Üdv újra itt, én Szabó Viktor vagyok, és a mai videóban azt fogjuk megnézni, hogy megírja előfizetned a YouTube Premium szolgáltatására, ugyanis hazánkban már elég régóta elérhető, én viszont most jutottam oda, hogy teszteljem, szóval vágjunk is bele. Elsősorban a jelenlegi árakról, ugye október 29 én van 2021, egy hónapot állnak, szóval egy hónap ingyen van, ezt követően pedig 1790 forint per hó. Ellenben, hogyha te tanuló vagy, akkor 1090 forint per hó, illetve családi csomag is van, amiből szintén egy hónapot állnak, ezt követően pedig 2690 forint per hó, és akár 5 embert is megadhatunk. Szóval elég jó deal szerintem, mint a Spotify családi csomagja, az is tök jó, ha leosztod 5 fővel. Úgyhogy árak tekintetében szerintem remek cucc, és nézzük, mit kapunk ennyi pénzért, tulajdonképpen eltűnnek a reklámok, tehát hirdetésmentesen élvezhetjük az összes videót, nem kell többet ilyen átugorható hirdetésekkel törődnünk, nem kell tulajdonképpen semmivel, illetve az app érdekessége, hogy a te prémium előnyeidnél van egy ilyen fül mobilon, láthatod, hogy mi az, amit megspórolt neked az app, írja, hogy mennyi hirdetésmentes videót néztél, ugye lejátszás a háttérben funkció van, ez azt jelenti, hogy ha lezárod a kijelzőt, akkor is megy tovább a videó, a YouTube Musicot is számolja, amiről azt állítja, hogy tulajdonképpen jobb minőségben hallgathatod a zenéket, nos nem tudom, hogy ő mit ért ez alatt, hiszen ahogy rámentem a YouTube Musicra, ott azokat a zenéket láttam, azokat a YouTube videókat, amik zenék, és hallgattam őket, és egyszerűen nem értem, hogy hogy lesz jobb minőségű a YouTube Music, hogyha maga a YouTube videó van oda beágyazva, szóval ez nekem egy kérdőjel, de lehet, hogy van erre logikus magyarázat, illetve offline is megnézheted a videókat, azaz letöltheted őket, ami rendkívül érdekes, hiszen nem csak egyféle méretben, hanem kit választhatod, hogy full HD vagy csak sima HD, úgyhogy ez tök jó, hogyha például podcastet akarsz letölteni, akkor gondolnád, hogy elég rossz minőségben is letöltened, de sajnos vele együtt butul a hang is, szóval érdemes jó minőségben letöltögetni ezeket, amúgy ezeket megtalálod, a könyvtáradban van egy ilyen letöltött mező tulajdonképpen, ahol ezeket a videókat eléred, illetve új funkciókat is kipróbálhatunk, most jelenleg kettő van, az egyik a videók letöltése böngésződből, illetve a kép a képben iOS-en, ehhez ugye újra kell rakni a telefont, hogy működjön, illetve teszteltem, tök jól működik a lezárás is, ha kirakjuk az appot, mármint kilépünk belőle, akkor is tök jól nyomja, folytatja a videót, és tényleg hirdetésmentes, szóval ez tök jó dolog. Amit még tudnatok kell, van egy ilyen YouTube Originals, amiben különböző ilyen YouTube által Ö, forgatott, talán forgatott sorozatok, vagy, vagy nem biztos, hogy jól tippeltem, de ugye a YouTube által készített dolgok vannak, ezeket is eléred, illetve a YouTube Musicot is gépen eléred, plusz Fun Fact a YouTube logó átvált YouTube Premiumra, és most térjünk rá a lemondásra, hogy tudod lemondani. Van egy olyan opció a jobb felső sarokban, ha rámész a profilodra, akkor elérsz egy olyan opciót, hogy vásárlások és tagságok. Ide mész, és ott a tagság kezelésénél szépen le tudod mondani a fizetős tagságodat, úgyhogy elég egyszerű a tagságot lemondani. Nem tudom, hogy megtartom-e, a YouTube Premiumomat, eddig nagyon élvezem, nincsenek reklámok, viszont én szeretek képbe maradni, hogy milyen reklámok vannak, úgyhogy szerintem így váltogatni fogom, vagy pedig tartok tényleg egy másik YouTube fiókot a, a reklámokra, úgyhogy tulajdonképpen ennyi az összvéleményem. Szerintem árérték arányban nagyon jó, hogyha csak hirdetésmentesen szeretném videókat nézni, azért nem nagy ár, családi csomagban pedig mondhatni már-már már ajándék. És még egy érdekes dolog, ugye felmerülhet benned az a kérdés, most ezek után, hogy oké, okay, akkor nem nézek reklámokat, de akkor a kedvenc tartalomgyártóimat hogy tudom támogatni el. Szerencsére ugyanúgy kapnak a tartalomgyártók a YouTube Premium nézők után is bevételt úgyhogy nem kell aggódnod amiatt, hogy majd YouTube Premiumra váltasz, és nem kap semmit a tartalomgyártó, ugyanúgy kap pénzt, úgyhogy ez tök jó, illetve tartalomgyártóként sem kell aggódnod, hogy ha mondjuk elkezded reklámozni a követőid között ezt a szolgáltatást, akkor majd kevesebb pénzed lesz, mert nem így van. Úgyhogy ennyi lett volna ez a YouTube Premium gyors talpaló. Írjátok meg, hogy ti használtok-e YouTube Premiumot, és szerintetek megéri-e, és melyik a kedvenc funkciótok belőle. Én köszönöm szépen a figyelmet, Szabó Viktor vagyok, és találkozunk a következő videóban. Hello!